Stream indítása. Itt vagyunk, srácok. Mi kell nekem? Ez. Hello! Itt vagyunk. Ismételten. És végre. Miben vagyunk? 1080 pixel per másodpercben vagyunk, tehát HD-ba. Végre. Nem tudom, amúgy eddig azért nem tudtam HD-ba streamelni, mert a Streamlabs OBS esik kalapszar. Nem tudom miért, mert hogyha azon streameltem, akkor szaggatott, mint az állat a 1080p, de hogyha így streamelek, akkor meg tök jó. Nem értem ezt a rendszert. Fölismered, drága barátom, hogy én itt tolom a... izét. Xbox konzoltársa a kamozás, barátom. Ó, Scry 98. Szirálmas GTA-zunk. Szirálmas GTA-zunk, takarodj. Gyere, te is. Szia, be. Takarodj. Ádám, az autópályán gyere, Ádám. Gábor, Deluxe-óval repülök át a pályán. Szerinted én akarok izével jönni? De ott az autópályán felett repül, mert ott vagyok. És miért vagy te az autópályán? Mert ott akarsz menni eléd. Sehol. Már nem Fortnite-ozunk. Fortnite-oztunk, egy menetet mentünk. Azt ennyi. Úgy lehoztuk. Ja, lehoztuk. Be se töltött nekem a pálya. Nem bírtam ütni, ugrani. Csak editelni. Úgyhogy megnyertük. Ja. Jó, Gábor. Gyere. Szilárd, nézd a streamet. Nézd a streamet. Egyébként miért nem veszed meg a GTA-t? Csak kérdezem, hogy miért nem veszed meg a GTA-t? De van még a partiba? Itt vagyok. Akkor miért nem válaszolsz? GTA-t akarja. Miért nem válaszolsz, Szilárd? Azt mondtad, hogy a GTA-t akarja megvenni majd. Hát arra várhatsz még egy 4-5 évet, bazd meg, arra várhatsz. Hány gigás a GTA? 90, nem tudom. Mindjárt megnézzük, várjál. Annyi, igen. Megnézzük. 80. Nem, hát... Hol van? Itt van. Mennyi? Nézzük, mennyi? 84 gigabyte. Töröld le a Mad Max-et. Én amúgy azt hittem, hogy... Mindig azt hittük, mi? Hogy azért nem veszed meg a GTA-t, mert a szüleid nem engedik. Nem. Küldjem már, hogy meghívott. Hát küldtem. Dehogy is. Dehogy nem. Jártok már Fortnite-ozni, ember. Hülye vagy, biztos, hogy nem jársz egyedül. Érj utol minket. Na, Gábor, indítsad. Na, várjál, bent vagyok. Ben vagyok, igen. Erre csak indítom. Átöltözök katonásba. Belőlem. Túlmentem!
Túl későn nyomtam meg a repülőmód kikapcsolását. Húzd már föl az orrát, te barom! Mi van? Indíthatom? Várja. Azért kiszáll, hogy lássam, hogy... Ne, hát a kocsiban nem tudok átöltözni. Nem lett a kocsiban? Nem. Akkor... nem tudtam. Mehetünk. Indítsd. Oké, okay, indul. És most mini shotgunnal fogok végig menni. De miért dob ki? Miért szállt ki? Nem szálltam ki, kidobott. Hazudjál még. Komoly. Vicce van az ablakot, szóval. Ja, azaz. Na, melyik az első? Nem jöttök Fortnite-ozni? Hát, lehet. Ne, nem. Lehet. Mikor? Itt van egy izé. Egy fogyatékos fasz. Aha, hát, nem tudom. Talán délután. Hát én megyek a Majkovámhoz most. Délve. És meddig leszel ott? Hát attól függ, mennyit kell ott maradni. Ja. De amúgy van munkanapom. Hát igen. Miért nem mentünk a sülőbe? Várj előbb. Nem, valami. Nem öltem meg. Melyik a kocsi vezetőjét? Menjél Ádám, menjél, menjél. Megyek, csak én is lövök. Jó, jó. Á, fa! De hívok a Lester. Jó, hogy itt elmen. Nem, miért? Menjél, 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 menjél. Én megyek. Á, oszlop! Jó, az jó, eddig jó. Van, üzék. Menjél. Jó, most kell. Á, kurva nyelve. Akasz. Jó, megvan, megvan, megvan. Csákecsög. Amúgy golyóállóra tettem a kereket. Direkt ezért. Itt van, itt van, itt van a következő. Kinek van? Nem már, belépett hozzánk egy fasz. De hogy? Nem tudom, de 320-as faszkala belépett hozzánk. Akkor azért néztem, hogy miért van egy opresszor, bazd meg. Nyilván egy MK2-es opresszora itt az épületnél. Neked van? Neked van ilyenod? Mi van? Ja. Csodálkoztam, hogy honnan lett hirtelen két milliód. Hol van a gyerek? Megvan? Már nincs sehol. Már a más világon. Látod, erre jó filmon, hogyha bemész oda, akkor nem lőnek szét. Hát még most sem lőttek szét. Igen, mert ez deluxe. OP. Ennyi. Direkt golyóra tettem a kereket. Már nincs egy mozgó van, amit most ott... Ne! Ne legyél a barom! Ha, köcsög! De a rohadt életben... A köcsög, idióta, fasz paraszt! Hát jó, de... Idióta. A kis köcsög. Hát de, bassza meg. Hát de ez most mire volt jó? Most mit ártottunk neki? De miért kell most kilőni? De komolyan, de mit ártottunk neki? Hívd a kuromádat! Hívom már. Okay, amint ide jön, én úgy leszedem, mint annak a rendje, hogy megbánja, hogy megszületett. Menjünk akkor földön, mert aztán menjünk ki. Hát de a földön is kilő. Hát jó, olyan ott is ki tud. Na rámegyek az egyik célpontra, jó, majd gyere. Deluxóddal. Felrobbantotta a deluxómat! Ja, jó, hogy van. Hát benne ültünk, azt úgy ölt meg. Már megyek. Köcsög. És komolyan. Nem baj, legalább a Xiaotól levont 20 000-et. Mondjuk akinek MK2-es deluxe opresszora van, annak nem árt. Annak hol szerintem vagy? Meg se kottyana. Nem kell, már hívom már. Te hallod, Ádám? Mondja. Neked miért van a GTA spanyolul? Francia. Miért részt ezt mindenki spanyolnak, bazni? Nem tudom. Mert még annó, azt hiszem 3 vagy 4 évvel ezelőtt, amikor megvette, itt volt Bendy, és ő vízből átállította, és akkor még földobta minden indítás előtt azt, hogy milyen nyelven szeretnéd játszani, és megrebassza az élet. Pont akkor nem írta, pont onnantól nem írta,
amikor átállítottuk a nyelvet, és azóta nem bírjuk visszaállítani. Angolra. Azért francia. Tehát Bendy poénból átállította. És azóta olyan? Azóta ilyen, ja. Nem tudok vele mit csinálni. És már megír rám én a srác. Nem áll. De miért? Hát de komolyan, hát de miért? Igen, nagyon baszokat állám valamiért. De miért? Nem szereted Deluxot? Vagy mi van? Szégyen, izé? Utálja a Deluxosokat? Vagy mi az a szarom? Ja, az lehet, igen, az lehet. Jó, perszoros. Baszdmeg engem is kurva életbe, hogy fáromban. De Istenem, idióta. De ezeknek az embereknek nincs életük. Hát ez egy ilyen tesztnap. Nem, való életben fizet pénzt. Ugye 20 ezer forint az 8 millió dollár a játékba. Igen. És azt megveszi. Azt megveszi, és vesz egy oppressort, és onnantól kezdve már csak basztatja az online-osokat. Akkor menjünk már olyan szerúra, ahol nincs. Hát de én nem tudok vele, mondjuk, hogyha csak ezt akarjuk csinálni, ezt lehet izébe? Nem, az a baj, hogy szerintem nem lehet sima szerveren. Nem lehet. De nem is csak semmi, csak állat egy helyben is megöl. Invite-olni-ba. És az a baj, hogy az oppressor sokkal nehezebb lesz eddig, mint a Deluxot. Mert az kisebb. Az sokkal, igen. Ez baj, meg kéne várjam. Menjünk új sessionbe, vagy csinálj egy. Jó. Megnézem, hogy... ez a baj, hogy ide kéne venni. De a szarba kéne venni egy... Nem? Jöjjön, azért, szart kell tenni az izérve, kamionba. Amivel tudom, azért tuningolni a kocsikat, mert ott lehet a Deluxot is. Ja, igen. Aha, egy millió. Aha, egy millió. Terabyte. Aha. Nem terabyte, hanem az izért. A Mobile Operation Center. Az igen. Jól tudnál rakétát rakni, akkor könnyűen lehet center. Jó, csak 1 millió a izében, Mobile Operation Centerben. Adok neked 400 euró. Adja, akkor is csak 600 lesz. Ja, ezt a kocsimat is felrobbantja. Egészségére, mert akkor már 40 ezeret van le tőle. GTA-znak. Nézd a live-ot, Szilárd! Nem ugye csinálni új session. Azt nézem. Ja, akkor jó. Csinálj új session. Jó, mindjárt csak még egy faszkalapot megölök. Van egy lejárt idő. Hoppá. Hoppá, pörgetett autó. Na hát, Adam, hogy tudsz Full HD-ban rögzíteni? Azaz. Köszi! Rendes vagy! 40 ezret von le tőled! Mondjuk igazság szerint már 60-nál tartunk, mert kétszer robbantotta fel a Deluxot. Nekem is már robbantott, nem tudom, hogy az valami. Hát, hogyha ő szándékosan robbantja fel rakétával bármidet, akkor is számít. De azt nem értem, hogy ezeknek miért jó az élete? Tehát, mi a jó? Hol lő most? Ki lőm? Hát húzzatok el tőle, ember. De hát... de... ez az mi? Robban alattam a talaj. Ez... nálam is. Ja, lövöldözik robbanó sniperrel. Robbanó sniperrel próbál ellőni. Azért. Igen, mondom, robbanó sniperrel azért néz téged valahányra. Egy másik sessionbe, jó? Jó, én is. Legegyszerűbb. Exit. Aj, megcsúszott a rohadt gomb és Leave GTA Online-ra nyomtam. Aj, Isten. Én ezért kilépek teljesen, mert akkor tudok ugye... megint.
Jó. Úgy tudok izébe streamelni Szilárd, hogy nem a Streamlabs OBS-en streamelek, hanem a sima OBS-en. Ne kérdezz, mi a különbség. Pedig már meg akartam. Honnan szerezted azt az Xboxos hátteret? De meg kell mutatni. Mutatom. Letöltöd. Megyek a Store-ból. Xbox Store-ból. Jó. Ez a TMX nevezetű alkalmazás. A Team My Xbox. És abba belépsz. És itt vannak a háttérképek. Egy pár reklám. És itt vannak ezek, amiket be tudsz állítani. Itt mondjuk ez a Star Wars-os. Set as background. Rányomsz. És kész. És itt is van. Ilyen egyszerű. Jó van. Gábor, azt kéne csinálni, egyébként azt kéne csinálni, hogy indítunk Open Wheel Race-t. Open Wheel versenyt. Á, de ez most nem ad sokat. Nem? Tripla szorzó van rajta. Most tripla... Ja, jó. Tripla szorzó. Mennyit adhat? Hát nem tudom. Jó, egyet menjünk aztán. Jó, de neked kell indítani, mert nem tudom, hogy hol van. Jó. Mit tudom, srácok, játszatok még egy órát GTA-val, aztán gyertek már Fortnite. De Gábor nem tud jönni Fortnite-ozni. Miért? Én nem tudom, megyek utána. Talán tudom. De 11-kor vissza, azt mondtad. Igen. Még csak 10 óra van. Tudom, hány óra van. 10 óra. Ha 11-kor megyek, akkor... Akkor hogy? Ja. Akkor egy óra múlva hogy játszik? Nem értem most én, hogy működik. Olyan jól megérteni a GTA-t. Azon van egy szilárd, hogy valamikor működik, hogy tudunk együtt játszani, de valamikor meg nem. És ez most olyan, hogy működik. Igen. Mi? Ja, hogy GTA? Igen, mert valamikor nem tudok rájoinolni Ádámra. Most délután tudsz? Akkor igen. Nem tudom, meddig maradunk, mert nem akarok. Meg meglátjuk, hogy meddig maradtok. Egyébként tegnap jó volt a csillagülés, és nem lát. Igen. Pár műholdat láttunk, azt csak. Már bent vagy, már nem. Publikba, de jó. Chargement, Doom Mode and Linge. Igen. Pontosan ez megy. Ha már itt vagytok, srácok, nyomjatok már egy lájkot, ne legyetek buzik. Sőt, még én is lájkolom, nem úgy nem. Vicces. Nem. Nem. Na jó, akkor de mondjátok már, hogy este mikor jöttük, vagy délután. 11. Nem vicceltem, de. Eden, öljük be a 4 órát. 4? Az jó. Nekem tökéletes. Nekem a 2 óra is jó. Szilárd. Ez nekem Szilárd. Is. Szilárd. Szilárd. Igen, Szilárd. Szilárd. Itt vagyok. Tudom. Csak itt szeretem. Tudom. Jaj, oppresszoros volt faszom. De mi az Isten abban jó? Mi jó abba? De mindenkit megöl a gyerek. Érted? Itt vagyunk, hányan vagyunk? 23-an vagyunk. És egyfajta vagy egy, hogy killed by izé, tudod. Mi van? Egyfajta, mindenkit megöl. Ilyen 23. Funkevogel. Funkevogel. Valaki ki is lépett már.
Na akkor csinálok egy külön szervert. Na csinálj, igen. Na jó van, akkor én megyek. Szia. Bocső. Jó, itt vagy az ebédhez. Lesz oppresszorom, megbosszolom a oppresszorosokat. Hát Gábor, azért az kurva drága. Tudom, de nem most lesz. Na akkor vegyél egy deluxót. De ma így is kell majd az a kamion, hogy tudjam upgrade-elni. Kurva! Gábor, te csinálj! Istenem, az a baj, hogy... Néha működik csak ez a megoldás, mert néha meg kibasz az online. Ja, igen, van olyan. Ja, meg kidob az online, már bocsánat. Tudok én érteni. Na, srácok, egyébként mi újság? Srác, jól van? Hát, amilyen. Újra nyitod? Újra nyitod? Újra nyitod? Újra nyitod? Újra nyitod? Jó, megcsináltam. Kedvő vagyok. Kedvő vagyok. Ebből feladod a GTA, hogy menjek egy új sessionbe, mert nincs senki rajtam kívül. Azt is hallottam, hogy ha kihúzod 5 másodpercre kihúzod az internetnek a kábeljét, akkor tényleg ugyanúgy megcsinálja? Igen. Akkor igazság szerint nem kellett volna külön szerv. Hát te csináljunk egy izét. Már megvan. Jó. Csináljunk meg egy VIP work-öt. Igen. Csináljunk meg... Jaj! Csináljunk meg kettő, hogy egyet nálad, egyet igen, nálam. Igen. Csináljunk meg kettő VIP work-öt. És akkor utána meg... Na, akkor megyünk egy OpenView részt. OpenView, igen. Az úgy jó. Már nem biztos, hogy meg lesz egyébként, srácok, ez a kocsi. Akarom mondani, hogy az. Nem biztos, hogy meg lesz. A következő live-ba addigra főfejlesztem magam. Farmok pénzt. De egyébként most kell játszani, mert nem sokára jön a suli. Hát igen, akkor nem lesz most időm. Nekem sem. Nekem sem. Az így. Föláll a hajam. Nem is lesz már távoktatás, nem? Mit? Nem is lesz már távoktatás. Hát nem biztos. Egyébként beszéltek arról is, hogy lehet, hogy úgy lesz, hogy szeptemberben lesz a bejárós, és majd meglátják, hogy októbertől távoktatás lesz. Igen, azt én is hallottam, hogy december, október vagy. Ja. Nekem még se szerint a távoktatás jobban bejött. Igen, az jó volt. Ja, az adta. Főleg amikor Nóra néni kiküldte a házi feladatot a munkafüzetbe, és ki lehetett tölteni. Tehát ugye a gép kitöltette neked. De vágod, kitöltötte a gép a jó válaszokkal, és az órán, amit mondott Nóra néni, nem is egyezett a két válasz. Nem egyezett. Én ilyenkor úgy megmondtam volna Nóra néninek, hogy Nóra néni, menjen föl azért a weboldalára a munkafüzetnek. És igen, ott töltse ki. És akkor majd meglátja, hogy jó szarú csinálta meg. Nem? Ja. Egy távogatásban nem nagyon tanulom. Megint bullshit-es idiót a kis 9-ek. Miért nem? Anyas vagy te disznó, 152-es. Igen. Két millió 670... Mi van? Nem tudom, hogy ez mi az, ami van a Sledley Wolfnak. 133-as, 3.470, bazd meg. 417-es a srác, az egyik. Mi van?
Hogy ezzel nem is tudom, hogy ebben hogy kell részt venni, de mindegy. Jövök hozzá. Hogy se vagyunk együtt, vagy külön? Mert hogy akkor gyorsabban végzünk. Jó, akkor menjünk külön. Jó. Tölts, 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 mielőtt még megver egy néger. Jó. Pedig már befordult a néger csávúha a sarkon. Jaj. Töltesz? Aha. Jó. Szí. A Bence hogy még 50-es szintű? Már neki is már 60-osnak kéne lennie. Láttad, hogy mennyit játszik? Nem. Akkor ezért. Mert nem játszik. Az 1 millió, amit ajándékba kapott, mire költötte? Mire? Házra, bazd meg. Meg Monster Truckra. Megvette azt a házat, az megvette az 1 milliós házat, meg a Monster Truckot, bazd meg. Ja, az 500 ezeres izében, nem a bónusz. Istenem, de... A legfontosabb dolgokra. Látom bent, hogy... 200 ezerből is lehet olyan házat venni, ami pontosan ugyanolyan, mint az... Igen, ugyanúgy van benne. Így, bazd meg, 3 kocsi. Jó, tósz. Tudom, hogy mi az a tósz? Nem tudom. Hol vagy? Már megnézem, hol vagy. Jó, jó messze. Városba vagy? Igen, itt vagyok. A CEU-nál. Ja. Várj, indítsam, és akkor bemegy a Deluxóba? Hát most hívom le magamhoz a Deluxót. Jó, de majd meghívlak. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. I'll bring it to you. Ja, várjál, nincs senki. Meg vagy, tudtál belépni, vagy nem? Aha. Hát nem, hát nem is küldte meg hívót. Nem pedig megnyomtam. Ja, nőrbit nyomtam. Elfogadtam. Ja. Na, zsatar. Mehet? Mehet. Ja, de városba indítjuk, akkor te is városba vagy, jó választ. Hát jó. Oké. Elindult. Akkor megyek én oda a felsőre, jó? Oda. Én jövök ide, ami itt van mögöttem. Oké, oké. Úgyhogy így néz ki, srácok, belülről a Deluxo. Egyébként kipróbálhatjuk most, srácok, az RP-t, hogy streameljük. Nem tudom, attól függ, mert most még valamit terveznek a szüleim, hogy valamit fogunk csinálni. Úgyhogy kell csinálnom valami. Úgyhogy már úgy meglátjuk. Valószínűleg nem kaptam be. Én nem is lát, de már lő. Ezek nagyon lőnek. De a sofőrt kell kívülni, nem? Vagy... Igen, a sofőrt. Jó. Én mindig meghalok. Nem, mindig anyós ülés. De amúgy mindenhol, mindig máshol ül. Igen, igen, most látom. De szétlőttek. Megyek oda, ami a tengerparton van. Jó. Egyébként srácok, milyen a live-nak a minősége? Jó?
Jobb, mint volt? Jobb, mint például múlt héten volt? Nem, már meg, ha nem igaz. Meghalt végre? Cákon kell menni. Ja. Én most értem. Ezt nem látta senki. Most értem ide a tengerparthoz. Hát így át akartam menni stílusosan pont a korlát fölött. Hát nem mentem neki. Jó, végre megyen. Nem neki mentem a korlátnak, bazd. Kicsit tett egy... Kicsit ízé hátraszaltozott a kocsim. Jó van. Akarod csinálni az utolsót, vagy csináljam én? Hát csinálj, mert nem érek oda szerintem. Hol van? Szerintem elindulok, de gyorsabban oda ér. Igen, hát közelebb is vagyok. Ja. Ami is felé? Na itt vagyok, mögötte. Jó. Vagy szerintem, vagy golyóálló ugye a kereke szerintem. Nem? Igen, igen. De szerintem az. Jó, valaki halt. Jó. Jó. Meghalt mindig. Jó, szép, szép. Hagad, és még lőnek! De már vége, és még lőnek. Ez az, 29-es vagyok. 129-es, bocsánat. Ó, az már jó. Na, ha lépjál, kilépsz a cebúval? Jó, van, a te kocsid is jobb, jól néz ki. Akkor... Úgy értem, hogy tele van golyóimmal. Igen, tudom. Rusty úr. Megvan. Hát nem tudod, melyik lehet hunter, mert nem tudom, hogy hunter. Aha, nem tudjuk kijátszani. Nem tudjuk? Nem, mert 4 percet kell várni. 4 perc? Hát az jó, mert 10 perc szokat tenni amúgy. Amúgy igen. Hát, jaj, bocs. Gyere nekem! Rohadjál meg. Én is tudok repülni. Te is tudsz? Hát, ugratok egyet, aztán lehet, hogy tudok. Az... Szálljon ki a gépjárműből, szálljon ki, szálljon. Az üvegét lőd meg, az üvegét. Kölyö álló. Tényleg, biztosan. Ah, egyenesen a te arcodat lövöm. Jó, akkor tényleg jó. Oldalra. Aztán jelit. És? Nem, oldalról nem. Oldalról nem. Jó van. Úgy csak szemből golyóálló. Igen. Ma meg kell nézni, hogy lehet-e oldalt. Amíg a golyóálló. Hát, hogy nem hiszem. Mit nem hisz? Lehet-e oldalról golyóállósítani. Biztosan jó. Mert szemből is neked kellett golyóállóval tenni?
Nem, azt nem, azt nem magától. Akkor hát, hogy nem lehet. Nem hinném, hogy lehet. Szerintem. Én most megjavítom a Deluxe-omat. Jól megyek, fegyvert partner, mert őszem. Ott találkozunk. Melyikbe? Ide, ami itt van a sarkon? Igen, igen. Neked meg vannak ezek a izék, ezek a fegyverek, ez a milyen neve vár, megnézem. UPM Atomizer. Ez a 395 ezer. A lézer fegyverek? Igen, igen. Meg. Az menő. Azt hittettem nincs? Nekem minden megvan, baszdmeg. Ja, maga az, az is megvan, amit nem tudsz megvenni. Az is. Csak egy időben lehetett megszerezni. Ja. Erre megmutatom, melyikre gondolok. De van egy ilyen, csak gyere ki. Hú, meg fogom. Sejti a fiú. Nem mutatom? Milyen mutas? Ez milyen? Mellé, mellé. Én kapjuk a luxus, kapjuk. Nem tudom beszállni, de. Leütlek, bazd. Erre. Te tudok ülni? Erre, Gábor. Nem tudom, mi indja, de... Nem tudod. Nem? Nem áll. Csak beszúz. Kívül sem az ablakot. Nézd a lézer fegyverem? Tetszik? Jajajaj. Az nem jó, mondjuk, igen. Egyet lőj belén, csak egyet. Várjál. Meg van... Van ilyen lézer fegyver is. Az nem jó. De ízéte a másikat a kis pisztolyjal, lőj meg. Rejt, lőj meg. A lábamat. Merre? Merre? Ára, ide jön. A kurva rendőrök. Rájuk borítottam a saját autójukat. Egy idegen elszabadult, egy idegen elszabadult. Mert át kéne öltözni alien ruhába. Ó, tényleg. Jó, jó sokat sebez. Véletlen volt. Na én menekülök innen, erre veszek fel alien ruhát. Ahogy elmondjuk, hogy kéne autónak. Benne ülök. Ja, jó, igen. Vigyél el állám, vigyél el. Inkább lenne, akkor én is tudom. Jövő, csak három csillagos. Én menekülök a vizem. Nagyon ennyi. Egyébként a Deluxe az nagyon multifunkcionális. Tudsz venni vele szárazföldön, vizen, levegőben. Igen. Mondjuk az ennyi pénzért reméltem is. Mennyivel is kerül? Már mindjárt nézem, csak kimerek a tengerre. Nem tudom, melyiket az Oppressor, vagy a Deluxe. Az Oppressort, hogy meg tud venni, először is kell venni egy MK1-es oppresszort, ami szerintem olyan 2,5 millió. Utána kell venni, egy Terrorbyte-ot, ami 2 millió. Terrorbyte-ba meg kell venni azt, hogy tud modifikálni az oppresszort. Az is 1 millió. Tehát eléggé drága. Hát 3 millió 800 ezer. Igen. Oppresszor. Eléggé drága. A Deluxe-ó. 4 millió? Aha, 700 ezer. Ja, én pörgettem ingyen, úgyhogy ahhoz képest jó, megérte. Egyébként most a izé, a Form 1-es kocsi a pódium kocsi. Ami ja, nekem, ami nekem van meg. Azt felmegyek pörgetni gyors. Én ezt azért nem pörgetem ki, mert már van. Hát igen. Azért pénzt pörgetem. Hát de minek az? Te pörgetni, már pörgettél ma? Ja, úgy, na, ma? Hát, ja, hogy tegnap se pörgettem. Ja, jó. Hétfőn még toljunk már egy utolsó live-ot. Súly előtt. Aha. Jó, én év, nyár, záró. Ja. Summer special. Igen, nyár.
sárzáró. Ja. Szép volt, jó de volt, de elmúlt. Kedden nem lesz tanulás, nem kedden, még csak évnyitó. Nem, kedden még csak évnyitó lesz, meg odaadják a tankönyveket. Ja, és szerdán meg már írásba. Ja, szerdán meg már felelünk töriből. Ja, igen, tényleg. Nem? Megint lesz ilyen évelei dolgozat? Biztos, hogy lesz. De gondolom, de hogy nem első nap. Állom. Gondolom, nem első nap. Nyár az arra van, hogy... Felejtsen mindent. Hát, hogy... egy pihenj, nem? És akkor erre... visszamész és már dolgozom. Most úgy nézek ki, mintha Bencét látnám. Mit? Mert hogy ebben a nyolcadik könnyű lesz, mert a hetedik nehéz, nyolcadik könnyű. Tehát a nyolcadik év végén már ki akar tanulni, hát már megvolt a felvételi. Igaz. Nem, hát már minek? Igen. Na, kipörgettem a kocsit, akkor örülni fogok. Leszoplak. Jó. Benne vagy? Ha kipörgettem a kocsit, akkor Szilárd megveszi a GTA-t. Oké, okay. Szilárd, hogyha ezt majd visszanézed, visszahallgatod. Igen, igen. Ha most Gábor kipörgeti az autót, akkor muszáj, hogy megvenni a GTA-t és velünk játszani. Igen. Na, már megjön, hogy kipörgetem. Pörgess ki, gyerünk. Igen. Vádkozzunk mindenki. Na? Most pörgetem. Pörög. Autó. Ott az autó, gyerünk! Ott tényleg? Szia, sajnálom! Áldámatkozod. Hát gyere Szilárd, figyelj, gyere Szilárd, vett! Jaj, már, figyelj, jövök! Istenem! Atya, úr! Várj, megnézem, kipörgettem, baj! Jön a Szilárd, akkor gyere! Melyik garázsodban van? Várjál, hát ahol lakok. Hol laksz? Várjál, hogy lehívom. Jó, mostantól ebben a streamben szemüvegben leszek. Jó. Mert észrevettem, hogy benne van. Elvigyelek oda? Aha. Mondjuk messze vagyok. Meg a kaszin. Gert is. Meg kell vennie. Csak az én imádkozásom kellett ahhoz, mert én amúgy imádkoztam, hát meg itt ültem. Vártam 4 másodpercet, hogy... Ja. Jól tetted. Hova kell statika. Azaz. Meg Leon Dani Channel, meg Csani Channel, meg... Meg IES TV. IES TV, ami az jó lesz a név. Ugye? Egyébként el abból az lett volna a nevem, hogy Apache Helikopter TV. Csak ezért ilyen csáj gépi a heti újdonság a firadó. Fia, hogy vissza. Amúgy kajak ilyen podcast kéne. Ja, itt van egy jó hely, meg itt ugyasom a fát. Láttam. Elöljem, ha tudod valami. Itt van. Meg kell fordulni balra. Azt forogjál még. Erre. Szerinted felrobbanunk innen, hogyha tolok egy hátaszaltót? Nézzük. Kettő! Boom! Ki ez a trickes ember? Nem tudom. Fog jönni sok messenger üzenet, hogy izé.
Ádám, szemüveges lettél? Ádám. Ja, igen, igen. Nézi a lábamat, Szilárd. Á, Szilárd, nem tudom. De valószínű, hogy vagy Ábel nézi, vagy Szilárd. Garázsod. És az hol van? Tovább is jobbra. Köszönöm, hogy jó lesz. Nekem mindig ez a rohadt markoló itt van a házam előtt. Bocs, ez amúgy nem direkt volt. Hozd már ki az izédet. A Form 1-es kocsidat. Már elhozom. Hagyj lássam meg. Hagyj emeljem föl. Meg kell nézni, hogy igaz-e. Tudod, hogy kipörjed. Igen. Aztán, hogy azt nem is. Igen. Na várjál. Jó, egy szar kis van. Jó, elküldtem a fenébe a Deluxe-omat. És légyom én is az enyémet. Tudod, hogy mit kéne csinálni? Na mindjárt mutatom, hogy mit csináljunk, jó? Some wheels? I can bring them round. Keresem melyik izébe van, melyik garázsomba. A gép egy, ez nem az. Alta Street, nem. Hangman Avenue, nem. Rapeseed, Strawberry, Paletto, nem. Oh, hol az anyádban van? Itt a PR4. It's coming at you. I'll get back to it then. Jó van. Mi van? Felmászott. Ja, ott van, jó. Jó, nagyon gyors. Azt tudod, ha irányt. Gyere! Van nitró is, de az hogy kell? Van. A Fortnite-ban a futás. Ja, jó. Aha. Gyere itt le. És egyébként úgy töltődik vissza a nitró, hogyha fékezel. Ja, látom, jó. Mennyi 4 millió az a Forma 1-es autó? Mit? 4 millió az a Forma 1-es autó? Kb. 3 millió. Kb. 4. Gyere itt le. Jó. Mindjárt mutatom, hogy mit kell csinálni, jó? Gyere jó. Át, másik sávba. Na, gyere. Mutatom, mit kell csinálni. Egy jövünk, és így és neki a falnak, ja. Az egész nem tudom, hogy rá megpróbálom. Csak neki kell vágni magadat a falnak. Ja, jó. És azt kell csinálni, hogy várjál, lehívom a Mobile Operation Center-emet. Lehívom, és itt keresztbe állok vele, vágod az úton. Jó, hát az van, hogy csináltuk. Csak nem sokára indulunk. Most ja, volt apukám. Ja, tényleg. Készülni kell, de még csináljuk, még csináljuk. Na mutasd rá, nem, hogy kell, mutasd. Jössz? Igen. Jössz? És így... Nekirántod a kormányt a falnak. És nyomod a nitrót. Ja, de amúgy nem kell nyomni feltétlenül a nitrót. Ja, igazából, hogy ez az a lúg, ez szar, úgyhogy nem erre kéne menni. Jó, jól. Tehát, hogy hol menjünk? Mutatom. Valahol... Ide kell jönni, mert itt van egy alagút, ami nagyon jó. Gyere át a hol? Másik sávba. Vagy gyere utánam. Megye. Erre? Erre a lagút?
Erre van, aha. Ott fel a falra majd. Aha, de ott még a plafonon is lehet menni. Jó, az jó lesz. Nem is lehet fegyvert elővenni a kocsiban. Nem. Jó, de egy Form 1-es autóban mikor használsz fegyvert? Jó, igen. Hát azért. Ugye ez nem az az autó, amiben így odamész az ellenségekhez, és szétsorozod okay. belőle őket. Ja. Ez az az autó, hogy oda mész hozzájuk, kiszállsz, megölöd őket, beszállsz és villámgyorsan elhúzol. Jaj. Yeah. Végig ezen az úton. És itt van az alagút? Erre, aha. Még tovább kell menni. Még 3 kilométer. Oké. Okay. Oh, kérdben neki megyek mindig. Én semminek nem mentem neki eddig. Emből kell egy autó, és így puf. Írtad a Szilárdnak a messengeren, hogy meg kell vennie? Még nem írtam, de majd fogok. Ja, jó. Én mondom neki azt, hogy nézem, majd utólag visszanézem a live-ot. És majd mondom neki, igen, azt akarom megnézni. És akkor írom neki, hogy nézem meg. Hogy nézem meg a live-nak a. Ettől nézze a live-ot. És akkor nézem meg azt a lényeget, amit kell. Úgyhogy Szilárd, muszáj vagy megvenni, úgyhogy sajnálom, muszáj vagy. Íj! Ne, letörött a izé! Nekem is, ezért vagyok egy másik autóval most. Ja. Ugye re? Nekimentem ennek a sárga futcaknak nekimentem is. Gyere akkor a Sandy Shores-i szerelőműhelyébe. Javítsuk meg. Vagy? Sandy Paletto B-es szerelőműhelyébe. Lehívom. Ja, jó. Én megjavítom. Jó. Nem kell Ádám, csővel ígyünk el. Jó. Na, szavaztok akkor a live-osoknak, köszönöm. Viszontlátásra, urak. Viszontlátásra. Egyébként attól még srácok, nektek megmutatom. Megjavítjuk. És akkor nektek megmutatom azt, amit Gáborral akartam csinálni. És akkor szerintem tartsa meg, de gyorsan megnézzük. Hogy azt az alagutat akartam Gáborral megnézni, amin átmegy a vonat. Valamerre, erre fele van az alagút. Itt fent. És itt van. Na. Akkor.
Elvileg, itt, hogyha neki mész, akkor ez az nem itt volt. Jó, de sikerült! Csak nagyon nehéz itt fölkapaszkodni. Itt felgyorsulunk szépen. Jó. Viszont itt a vonatállomásnál szeretnék tőletek elköszönni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Leveszem ezt a szemüveget, mert nagyba hülyén nézek ki. Szemüvegbe. Egyébként nem vagyok szemüveges, mert még bárki megkérdezi, csak... Fán, nem tudom. Fán. Ne, jön a vonat. Basszus, jön a vonat. Hát olyan szembe. Megöltem magam a vonattal. Na, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok. Ne felejtsétek el feliratkozni, és dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett a videó, mert feedback. Ma minden erőmmel azon leszek, srácok, hogy el tudjak nektek intézni mára egy GTA 5 RP-s streamet. Somával, hogy megpróbálunk csatlakozni, legalábbis én akarok csatlakozni, meglátjuk, hogy a VLS-en-e, vagy valamelyik másik szerum. Megpróbálunk csatlakozni. Szerintem egyébként az Evolution Hardcore Roleplay szerveren lesz a szerelői karrierem. Úgyhogy azon a szerveren találkozunk, vagy a VLS-en, de VLS-en azt mondom, korhatáros a szerelői szerver, vagy nem tudom. Úgyhogy legyetek jók, további szép napot mindenkinek. Szevasztok, én Ádám voltam, viszont látást kívánok!